Nos hát ugyanaznap vagyunk. Hát a túlzottan új dolgot most nem fogok nektek mutatni, ugyanis már milliószor mutattam ugye pörkölt készítést. Mindössze, itt mi volt ez, hogy kell mosni. Most kérem, ugyanaznap vagyunk még. Hát most egy túlzottan új dolgot most nem fogok mutatni, mindössze annyi, hogy egy pörköltet fogunk készíteni, és hát ugye ebből lesz aztán majd egy rizses hús. Hát itt ugye le fogom bontani ezeket a kövér részeket, és akkor majd egy változás lesz, majd akkor fogom is mondani, ugyanis az egyik pörkölt videómnál elég sok vitára került sor egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Majd ezt fogom mutatni. Na, így a végére hagytam a mondandómat, hogy mi a különbség most ugye a többihöz képest. Hát a húsnak a vágása, ugyanis, ugye, mint mondottam, ez rizses hús lesz. Tehát lehet nyugodtan jóval apróbbra vágni a húst. Nem baj. Tehát egész apróra vágom. Még ez még zsugorodik is egy kicsit, úgyhogy, de hát semmi gond. Szóval ne ilyen nagy öklömnyi darabokban legyen, sőt, mondom, én még a szokásos nagy kicsivel apróbra is vágom. Szóval így körülbelül, ahogy itt látjátok. Szóval megkezdjük az előkészületeket. Ugye a szokásos módon hagyma. Egyelőre csak ezt a kettőt. Szóval itt is amennyire lehet ugye vékonyra, nagyon apróra. Én nem vágok úgy, mint egy, tudjátok, vannak ezek a ilyen mester szakácsok, vagy nagyon nagy gyakorlattal rendelkező emberek, akik mind a villám, különösen a kínaiak, vagy japánok, de magyarok is, akik mind a villám úgy vágnak. Én nem tudok úgy. Fokhagyma hasonló módon, ugye. Szóval így, valahogy így csinálják, igaz? Így a ujjuk így oda van rakva, és akkor valahogy így megy. Szóval mondom, én nem tudok így vágni. Szóval így. De én így nem tudok, látjátok? Szóval ez a, hogy kitámaszza az ujjával a kést, és akkor ugye a kés hegye le van rakva az asztalra, és akkor ezzel a résszel csinálja, kitámasztja, és akkor úgy viszi. Hát tudod, én így nem tudok vágni. Mondjuk így villám gyorsan megy, az igaz, de én nem, nincs még kapkodjak. És akkor, ahogy a ujjadat viszed, akkor ugye akkor megy hátrébb a kés. Szóval nem tartod oda az ujjad hegyét, mert akkor levágja. Szóval mennyire lehet jó apróra összevagdassuk és kész. Végül, de nem utolsó sorban ugye a paradicsom, ami hát látszik, hogy ugye kényszer érett valamik, sajnos. Szintén nagyon apróra, amennyire csak lehetséges felkockázni. És akkor így az előkészítésekkel, ez nem ide jön, tulajdonképpen kész is vagyunk. Most ezúttal olajat használunk, nem zsírt. Már is kezdjük a dísztelést. Tehát itt figyelte, aki kritizálták az első pörköltemnél,
hogy fokhagymát raktam bele először. Tehát akkor itt van, tessék. A hagymám egy kicsit ugye összeesett. Rádobom paprikát. És együtt díszteljük tovább. Eltelt, és ugye a sokat kritizált rész, ugye a fokhagyma most kerül bele az edénybe, és ugyanúgy díszteljük tovább a már bent lévő dolgokkal. Szóval ide készítettem a paprikát, ide készítettem a húst, és megjelentek az első pörkölési nyomok, látjátok? És itt az idő, hogy cselekedjünk. Ennél tovább már nem fogom pörkölni, dísztelni. Véleményem szerint ez így már megfelel ahhoz, hogy ugye rátehessük a paprikát. Ennél tovább. Van, aki tovább csinál, van, aki nem. Egy jó... jó pupos evőkanál teszek még. Ha nem akarsz ennyit rátenni, ne tegyél. Tessék! Szóval itt vigyázol, nem megégetni a paprikát, elhúzzuk. Ez egy kritikus rész bizony. Már megváltozott az illata, és rágondjuk a húst. Innentől fogva már nem tud megégni semmi. Ugye, mert bevitt annyi nedvességet, hogy és hűtött, hogy már itt nincs égés. És akkor innentől fogva ugye kevergetjük. Ez az én levédett módszerem, ugye azt tudjátok, ez a két pakanalas megoldás. Penét van levédve, csak hülyeskedek. Hát véleményem szerint nagyon jó lett a szín, ugye? Legalábbis így, itt, ebbe a fényben. Én úgy látom, hogy ennyi paprika elég is volt. Így, gyönyörűen. És azt kérem, addig, míg a hús ki nem fehéredik, addig fogjuk ezt most dísztelni együtt. Hangsúlyozom, víz nélkül nem kell rátenni semmit egyelőre. Kamionosok, figyelem! Azt hiszem, le fogom én azt az első videót törölni, és egy hasonló címet adok ennek. Ugyanis ez most kimondottan egyik kamionos barátomnak a kérésére készül. Ez a kaja, rizses hús lesz, nem tudom, mondtam-e, valószínűleg igen. És látjátok, nem lett olyan túl kicsi a húsdarabok, még így is elég nagy, szóval. De jó, ez így jó lesz. És ugye mozgatod az anyagot, mozgatod. Szépen összetörik a hagyma, összetörik a paprika. Nagyon jó az illat, és szerintem a járdán is érzik. Ja, hát szóval így folyamatosan ezt kevergetünk. Most már rá lehet tenni a fűszereket. Ugye a sóval vigyázunk. Bár mondom, ez gyengébb só, mint a magyar. Inkább majd utólag sózzá. Tényleg egy jó nagy itteni kávé, és hát otthoni ugye, tejáskanálnak megfelelő mennyiséget tettem rá egyelőre. Aztán majd a ízesítéskor elválik. Nyugodtan rá lehet tenni a sót, nem lesz keményebb a hús. Bors. Nem sok. Egy keveset egyelőre mindenből. Van, aki bátrabban fűszerez. Nem az a lényeg, hogy a fűszerezés. Illetve lényeges csak az, hogy nem kell elfő. És kömény. Itt is vigyázol, mert nem mindegyik köménynek ugyanaz az ízértéke. Tehát
Én így gondolom, hogy ennyit én rátehetek nyugodtan az én ízlésem szerint, és a feleségem ízlése szerint ez így tökéletes nekünk. Szóval majd a végén meg lehet még, ha gondolod, tehetsz bele valamiből többet, hát majd eldöntöd, hogy erőset. Én nem teszek erőset semmit. Én megbírom enni az erőset, azt, hogy belekóstol és kész, már nem is eszi tovább, nem bírja megenni valamiért. Valamiért kiakad az erőstől, úgyhogy nem is csinálok erősre semmit, ha egy mód van rá. Látjátok, már viszonylag elég sok vizet engedett ki. Most már rátehetjük a paradicsomot is. Szintén elkeverjük. És hagyj följön bele. Na, idáig oké, minden gyerekek? Tetszik a dolog? És fiatalok, fiatalok, tisztelettel köszöntelek benneteket is csatornámon. Örülök, hogy egyre többen vagytok és feliratkoztok. Gyerekek, tanuljatok meg főzni, mert higgyétek el, hogy ez egy jó dolog, és meg lehet szeretni. És a másik, hogy a később, már ezt elmondtam már nem tudom hányszor, ugyanúgy a kamionosoknál is, hogy hát most képzeld, egy kamionos egy ekkora adag kaját megfőz. 3 napra van kajája, és a pénz ott marad a zsebébe. Na tesz rá egy csirkéből, marhából, disznóból, pulykából, bármiből. Birka, ó, hát az, arról nem is beszél, igaz? Szóval nagyon-nagyon megéri. Érdemes megtanulni. Hogy mondjam el, ha már, lehet, hogy már van, aki ezt nagyon unja, de ez egy alap dolog, amit most csinálunk. Ez egy alap dolog, mert hogyha innentől ugye belerakod a savanyú káposztát, akkor csinálsz egy székely káposztát. Belerakod a rizst, majd felöntés után csináltál egy rizses húst. Bezöldségeled, raksz vele répát, mindenféle zöldségeket, krumplit, felöntöd, csináltál egy gulyáslevest. És még lehetne sorolni, hogy mennyi mindent ki lehet ebből hozni. Meg lehet csinálni, hogy babot raksz bele, már megvan főve a bab, beleteszed, beleraksz rizsát, akkor csinált egy ilyen babos, rizses valamit, egy tál ételt. Igaz? Tehetsz be, belefőzheted a krumplit. Kicsit több lével csinálod. És akkor 3-4 napig eláll neked a hűtőbe. És nyugodtan tudod. Vagy éppen lesz lele. A pörkölt nagyon jó fagyasztható. Szóval tárolható fagyasztóba. Kiadagolod, lefagyasztod, előveszed bármikor, és megvan a kajád. Hát, meg kell csinálni. Próbáltok meg. Kérem, látjátok, mennyi levet engedett. Ennek ellenére most már teszek bele vizet. És én azt fogom most csinálni, hogy lejjebb veszük a hőerőt. Már tudom, hogy körülbelül 1/4-kel. Erre most körülbelül 1/2 liter vizet fogok önteni. És lefedem. Néha majd idejövök, és 1,5 órán át fogom főzni. Ugye ez már nem volt egy túl fiatal disznó véleményem szerint, és én láttam azért, hogy ez vannak benne ezek a inak, meg mit tudom én, mi annak meg kell fölnie rendesen. Szóval teljesen puhára, úgyhogy a nyelveddel szét tudja nyomni. Ha kell, utána töltöd a vizet, mindig egy kicsit kevergeted, és akkor mikor már jó puha a hús, na akkor bele lehet tenni majd a rizsát. Jó, akkor most mutatom a felöntést. Igen, kérdezték, hogy miért palackos vizet használtam. Hát azért, mert volt itt éppen. De most mutatom, itt lassan megfordulok. Nekem a ház háta mögött van egy szűrőberendezés, ami megszűri nekem mindenféle baktériát, egyebeket, mindent kiold.
készül, és egyben lágyítsa is a vizemet. Ugye a sor, két tartály van, majd egyszer megmutatom. És akkor ugye bejön a víz, na most, amikor itt ivásra kell a víz, ugye unokák vannak, tehát itt jön normálisan, ezt akár nyugodtan lehet főzésre, bármire használni, és ezzel tusolunk meg minden. Na most figyelj, nem tudom mi fog, itt ide kell nézni, ahol a hüvelykujjam van. Most ezt lenyomtam, így kigyullad ez a zöld, ez azt jelenti, hogy jó a víz. Tehát ebben van egy szűrő, az megszűri, és ez nyugodtan akár a bébiknek, bárkinek nyugodtan ezt a vizet oda lehet adni, mert nincs benne semmi olyan már, ez teljesen meg van szűrve, ami nincs só, nincs semmi benne, ami nem tud bajt csinálni, akár mondom a kis bébiknek is. Ebből kaptak ugye, és ugye megegyezik ezzel a minőséggel, ugye ez a víz. Most jó szétfröccsöntettem. Na jó, ennyi. Megkezdte a forrást, szóval lassú forrásra tesszük. Ugye azt mondják, pörköltet nem szokás letakarni, én még ennek ellenére le fogom takarni. Így nekem itt ne fröccsögjön széje. Visszaveszem egy negyedre, és másfél óra múlva találkozunk. Közben én azért majd kijövök és megkevergetem, meg ellenőrzöm a vizet majd, hogy ugye mennyi van rajta. Na jó, addig is igyadok egy kávét velem együtt. Sziasztok! Most kérem, másfél óra letelt. Megnézzük, hogy hogy állunk. Tehát nagyon puhának kell, oda néz. Ez jó. Oké. Csinálunk egy kóstolást is. Nincs széjjel főve nagyon a hagyma meg minden, de teljesen ugye puha minden. Igen. Ez is jó. Szóval elárulom, én még egy nagyon pici sót tettem bele. A borsból és a... miből még? Más semmit. Bors és sót tettem bele egy keveset. Jó. Megkeverjük. Ugye jó sűrű. Ugye látni. És akkor most vagyok dilemma előtt, hogy mit csináljak, ugyanis találtam itthon tarhonyát. Szóval idáig mindig rizses húsról beszéltem, de hát meg fogom oldani, mégpedig úgy megfelezem. Mert ez is jó, meg az is jó, és hogy több nap, mint kor, majd elfogy, el fog fogyni. Úgyhogy csinálunk egy tarhonyás húst, és egy rizses húst. Elmondom, mi történt. Letelt az idő, ugye a főzés, másfél óra, és azt csináltam, hogy megfeleztem ezt az egészet, ketté osztottam. Mégpedig azért, mert találtam itthon tarhonyát, gyerekek. El is feledkeztem róla, és úgy döntöttem, hogy fenntartom a változtatási jogát, és tarhonyás hús lesz, ami gyakorlatilag hát ugyanaz majdnem, mint a rizses hús, ugyanaz kell csinálni. Csak most nem rizst teszünk bele, hanem ugye a tarhonyát, így a felit elhasználom. Ez itt nagyjából, majd meglátjuk a vizet, szóval itt majd figyelni kell, és egy kicsit levesszük, és megkeverem. Úgy valószínű, hogy fel fogja inni ezt az egészet. Oké. Nagyon jó kis tarhonyás hús lesz, rizses hús helyett. De mondom még egyszer, ugyanazt kell csinálni. Egy és ugyanaz az eljárás. Oké, elnézést a változtatás miatt. Igen. Megkezdődött a főlési folyamat. Lassan, nyugodtan, ha nem kapkodunk. Tarhonyának teljesen meg kell majd puhulnia.
Oké. Okay. Meg kell dagadni ugye a szemeknek. Ez vonatkozik a rizsre is. Egy fél pohár víz, semmi több. Egyelőre. Aztán majd ahogy szívja be, mindig utána öntök, mert szóval nem levest akarok készíteni, hanem tarhonyás húst. Tehát az előbbi vizet már elfőtte, úgyhogy körülbelül ugyanannyi vizet tettem hozzá. Nagyon lassan főzzük, és hát ugye azt elfelejtettem mondani, hogy természetesen fedő alatt. Igen. Jó. Hát kérem tisztelettel, befejező mozzanatok következnek. Ugyanis készen vagyunk, mint látjátok, nagyon szépen felitta. Előbb már rákóstoltam, fűszerezés minden rendben, 95%-ig puha a tarhonyánk, így, nagyon lassan főztük, visszatesszük rá a fedőt, oké, se víz, semmi, lezárjuk, és így hagyjuk. Ez most legalább egy fél órát így fog állni, teljesen fel fogja inni a még ott lévő szaftot, megdagad, és akkor egy ilyen egységes valami lesz belőle. Kérem, ennyi volt a tarhonyás hús. Elnézést, nem rizses hús lett, de a rizssel ugyanezt kell csinálni. Valahogy most megláttam a tarhonyát, és inkább ezt kívántam meg. Szóval, bocsánatot kérek, hogy ez így alakult, de jó néz ki ez is, ugye? Hát, próbáltok meg. Kamionosok, egy edényben meg lehet csinálni az egészet, és a rizs, tarhonya, hús, kész, és akkor a többit már tudjátok. Szevasztok, sok sikert kívánok hozzá, és jó étvágyat a fogyasztásához. Bye-bye!